még az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, az üveghegyen innen, és pontosan a pitvar mögött a kurtár, azaz kicsivel mellette, szemben a háta előtt, azaz már magam sem tudom hol, de volt egy mese. Ez a mese nagyon vidám volt. Akik hallgatták, mindig jó kedve derültek tőle. A szomorú gyermeket megvigasztalta, a bánatot messziről űzte. A mérgeseket megbékítette. Mindenki ezt mondta. És amikor leszállt a nap, jótékony álmot hozott, hogy mindenki békében aludhassa az éjszakát. Ezt mesélte mindenki. Ezt mondta a nagyanyám, akinek az ő nagyapja mondta, neki a nagyszülői mesélték. És így ment ez a világ kezdetéig. Elmondom, lesz helyett a másik is. Mindent elmesélem. Szegény ember,
hetet-hét országon túl, az Óperenciás tengeren innét volt egyszer egy király, s annak három szép lánya. Azt mondja a királyné egyszer ennek a három lánynak: no, leányok, menjetek el az erdőbe eprészni, s amelyik többet reccel, annak adom a veres szoknyához. Elindulnak a lányok, szedik az epret nagy caporát. Mikor délfelé járt az idő, letelepednek egy fa alá, és összenézik, hogy melyik szedett több epret. Hát a legkisebb éppen annyit szedett, mint a másik kettőt egybevéve. Bezzeg lett irigykedés, már most a kisebb epret lesz a veresszak. Azt mondja a legnagyobbik leány: gyertek, lányok, szedjünk még egy kicsit. Ennyivel úgysem mehetünk haza. Legkisebb eleget erősködött, hogy akkor estére nem érnek haza, de a két nagyobb csak azon volt, hogy még szedjenek. Jól van. Elindul az erdő egyik-egyik részébe a két nagyobb, más részébe pedig a kisebb. De nem epret szedtek ezek, hanem megegyeztek, hogy megölik a testvérét. Ha az övék nem lehet a veres szoknya, ne legyen a legkisebbé sem. Mindjárt felkeresték, megfogták, s az hiába könyörgött nekik, hogy inkább nekik adja mind, ami epret szedett. Mégis megölték. Éppen akkor, amikor megölték, arra vetődött egy vakoldus. Ennek elvették a hegedűjét, a kicsi király kisasszony belefektették, és azon módulag elrejtették a faorvába. Hazamennek a lányok, s kérdik otthon: hol a testvéretek? Ők bizony nem tudják. Eleget mondották neki, ne kalandozzon félre tőlük. Nem tudott velük együtt eprészni. Ki tudja, talán eltévejedett. Talán megölték az erdei tolvajok. Az alatt pedig egy szegény ember fáján megy az erdőre, és éppen azt vágja le, amelybe a kicsi király kisasszony holttestét tették. Csak elámélkodik, amikor látja, hogy a fából egy hegedű pattan ki. Kezébe veszi a hegedűt, a nyiregyűt elkezdi rajta taszigálni, mozgatni, mint ahogy a cigányok szokták. Hát ennek már ezt énekli.
leveszi a hegedűt, húzni kezdi, és hát a hegedű neki ezt hozzátette, és abban holnap lesz helyette másik.